asszony, én visszaadom én ezt magának. Hát csak ne adja. Hát a szegény asszony, hát ez utolsódat. Add az Isten másikat. Fogadd el, szegény asszony. Maga nekem csak ne adjuk alamizsnát, nem vagyok rászorulva. Mink rá vagyunk szorulva? Hogy te az utolsó forintodat? Kegyetlen szegény vagyok, édes jóistenem. Ne riál nekem, te szegény asszony, ráfagy az arcodra. Egy forintom van. Úszorom szét a világba, ahol akarom, ahogy a király. De elsősorban Krisztus legendák építkeztem. Annak egy olyan, de nem ismerünk sok ilyen mulatságos anekdotát, hogy Krisztus és Szent Péter két öreg csámborgó koldus, akik járnak az Alföldön faluról falura, és házakhoz bekéreckednek, tehát nagyon sok ilyen gyönyörű mulatságos legenda van. Ennek a legendának egy ilyen speciális részéből írtam, és hát nagyon fontos volt Ámi Lajos szabolcsi cigánymesélőnek, egy zseniális nagy magyar Shakespeare mesemondó zseni mesét használtam föl, tehát abból indultam ki. Vagy 50 éve kiment éjszaka, azóta nem látom. Hát szeretnél látni. Jaj, ahogy ne szeretném az én páromat. Jobban megörülnék neki, mint ez a haddisznónak fenn. Járjon, mőre ment ki az urad, mikor kiment? Arra, a szőlő fele! Ahol kiabálnak? Arra fele! Itthon a gödör van? De hogy hova lett? Ha se tudom, éle vagy hal? Hát hol voltál ennek? Régen a misztérium játék az ilyen hatalmas nagy tereken, hatalmas nagy utcákon voltak, tehát ilyen kilométer sorban színpadok egymás után, tehát ilyen irtózatos nagy hadszacáré volt. Ma pedig inkább egy ilyen a bensőséges jellege az, ami eszünkbe jut, tehát hogy a csoda úgy történik, hogy a szívünkben történik, és nem a színpadi gépezetek által. Most mit szól? Azt hittem lefiridek, átöltözök, szopok egy keveset. Mit köhög maga kerbéka? Jaj, az anyja mindenit. Most mondja, meg se születtem, és mehetek a frontra. Csak hol töltsem ezt az éjszakát? Julikából nem mehetek, fogta magát, és megszületett ez a... Ah. Tóltuk. Átfutunk az egészen, jó? Csak hogy én is tudjam ezt az egészet gyakorolni. Köszi. Jó, kicsi? Jó. Jól vagy? Uh-huh. Nagyon jól volt ez az próbám. Tényleg? Az nehezíti meg az egész dolgot, hogy elég zavaros a viszonyrendszer. Tehát maga a darabbeli rendező játszik is az előadásban főszerepet, és a partnere, a másik főszereplő pedig a felesége. És a magánéleti problémáik tulajdonképpen ugyanazok, mint a darabbeli problémák, és ezért teljes összemosódik a fikció és a valóság. Figyelj, ez a nő, akit te játszol, ez pont olyan tehetetlen, mint te. És pont olyan tehetetlen, mint én, mert nincs fegyvere. Mert szerelmes akar lenni. De elmúlt az idő. Ez ennyire egyszerű, érted? És most látjuk a férjével, és azt látjuk, hogy nem működik, mert a nő nem működteti. Mert nem tudja működtetni. Mert mindig olyat keres, ami nincs, pont mint te. Ezt a részét csak megérted, nem? Elég leuralónak gondolom, tekintély, elvű, tulajdonképpen megpróbáltam egy olyan rendező figurát bemutatni, aki valahogy megjeleníti a saját személyes, negatív tapasztalataimat színészként. Na, menjünk tovább. Szerinted ez jó? Tehát ez jó? Na. Csináljál már valami, történjen már veled, bazd meg! Mi a fasz vagy te? Kezdj el játszani valami őrületet, nem tudom, lepj meg!
Mondj kurvára meglepsz, az is biztos. Én úgy érzem, hogy sokkal több van abból a rendezőből, aki keresztül viszi az akaratát, ha tetszik, ha nem. De tulajdonképpen azt is érzem, hogy sokkal több olyan színész is van, aki ebben a rendszerben szocializálódott, vagy nem is azt mondom, hogy erre van igénye, de valahogy ezt tanulta meg, vagy ezt tartja természetesnek, és mondjuk el tudja képzelni azt, hogy ő másként vegyen részt egy próba folyamatba, tehát ez valahogy oda-vissza kiszolgálja magát, mert ha azt gondolom, hogy egy rendező túlnyomó részt olyan színészekkel találkozna, aki mer ötletelni, kísérletezni, mer kérdezni, vagy akár ellenszegülni, akkor az visszahatna a rendezőkre is, és akkor ott is megtörténne ez a változás. Anna, te ezt nem is érteted meg. De hogy nem, Bolya, én megértelek. Igen. Persze. És szerinted ő megért, hogy én milyen szörnyű helyzetben vagyok? Nem. Boldog és elégedett. De a szégyen egészen letörte. Van neki lelki ismerete. Dolly, Sztyepa büszke, és most meg van bántva. És gyötri a bűntudat a gyerekei előtt, meg hogy ő, aki annyira szeret téged, szeret mindennél jobban a világon. Folyton azt mondogat, hogy nem bocsájt meg nekem. Mondd, hogy hogyan bocsássak meg. Gyötrelem beleér, nem mert szeretem. A monumentalizmushoz kerestem egy olyan helyzetet, amiben el tudom képzelni ezt a visszájt, vagy ezt a szörnyűséget, amit úgy hívnak, hogy viszonzott szerelem. És azt gondoltam, hogy egy nagypolgári lakásban ezt kiválóan szétrobbanhatnak benne az energiák úgy, hogy talán el tudod képzelni, hogy ez a te életed is lehet. Én már nem tudom elképzelni ezt egy másik formában, nyitott egy nagy színpad érdest, ebben nem is tudok elképzelni. Ez kicsit olyan, mint egy film forgatás lenne begyömöszölve oda egy lakásba, ahol tényleg az emberek előtt történik, és az egész a természetességében próbál meghatni, vagy szinte észrevétlenül nem tudjuk megmondani, melyik volt az a pillanat, amikor ezt látjuk, hogy most kulminálódik valami, és kész a baj. Szerettem volna egy olyan populáris zenei motivumot használni, ami nem fest alá, nem húz alá semmit, hanem azzal a borzalmasan erős zsenialitással, amivel ez az amerikai popénekes rendelkezik, egyszerűen hoz egy olyan szint, amiben nem fogsz agyalni, és nem fogsz kitalálni olyan történeteket, amik nincsenek benne az anyagban. Ezt a Grillus Dorkát hadd idézzem, azt mondta, hogy Michael Jackson korunk Anna Kareninája. Abba kell hagynod önmagad és partnered meggálás nélküli bírálgatását. Társadat teljesen olyannak fogad el, amilyen, anélkül, hogy megpróbálnád őt kritizálni, vagy megváltoztatni. Hát mit tudsz tenni? Hát kérem szépen, annyit tudsz tenni, hogy teret hozol létre az átalakulás számára, amelybe a szeretet és a kegyelem beléphet. A boldogtalanság sokkal inkább tőlünk függ, mint a boldogság. Nagyon szerettem volna két szerelmi történetet elmesélni, de nem mantra, nem zagyva, és nem hideg módon, hanem azt a látszatot keltve, hogy tudj vele menni, tudj vele drukkolni. Magyarán az egyik szerelmi szál a legelején nem jön össze, a másik szerelmi szál a legelején összejön. Aztán az egyik szerelmi szál megpróbálja kijavítani a korábbi hibáit, és összejönnek, addigra a másik szerelmi szál bonyolultá válnik, elnehezedik, nem jutnak ki belőle, és meghal. Az egyik szereplőnk, a hat szereplő közül egy szereplő meghal. De nem akartam kiemelni ezt a szereplőt, hanem csak a két szerelmi történetből, a kvártetből az egyik, egy női tag, Anna lett tragikus véggel. De ha tényleg fontos vagyok magának, akkor tegye meg. Tegye meg csak, hogy én nyugodt lehessek. Nyugalmat nem adhatok. Csak szerelmet.